Július végére készülhet el a Szentpéteri kapui kerékpárút. A munkák befejezését korábbra tervezték, a koronavírus miatti járvánnyal viszont ez is csúszott. A 480 millió forint értékű beruházással a Miskolci kerékpárút hálózat újabb 6 kilométerrel bővül. Régi terv, hogy a belvárost bicikliút kösse össze a város északi részével. Az új gyalogos és kerékpárút a 20 emeletestől egészen a város északi határáig tart. Nagyon örülünk ennek a felújításnak, ami itt történik. Egyelőre ugye átalakítások vannak, tehát néha külön most is ki kellett kerülnöm, ami még most újítanak fel, de egyébként látszik, hogy fejlődik a bicikliút. A bicikliút teljes egészében még nincs kész, de a kerékpárosok már elkezdték használni. Hát nagy szüksége van a kerékpárútra mindenképpen Miskolcnak, hiszen a kerékpárosok biztonsága nagyon fontos lenne, hogy ne az autósok között kelljen kerékpározni. A koronavírus miatt ugyan csúszott az építkezés, de legkésőbb július végére elkészülhet a Szentpéteri kapui új 6 kilométeres szakasz. A mehatronikai ipari parkon keresztül egészen a Szirmabesenyői határig lehet majd a belvárosból tekerni. A városfejlesztési szempontok mentén meg kell említeni, és ez nagyon fontos, hogy az északi kereskedelmi és iparterületek ezzel a beruházással bevonásra kerülnek a belvárosi és az egész Miskolcot áthálózó bicikliút hálózatba. A már meglévő miskolci kerékpárút hálózat idén összesen csaknem 40 kilométerrel bővül. 21 kilométeren új szakasz épül, 18 kilométeren pedig felfestik a kerékpárosok számára kijelölt utat. A beruházások több mint 2 milliárd forint visszanemtérintendő uniós forrásból valósulhatnak meg.